Sziasztok, én Erás vagyok, ez pedig itt az Erás Könyvtár a csatorna. Ebben a videóban megmutatom nektek, hogy milyen könyveket olvastam februárban. Hogyha érdekel, maradjatok velem! Februári olvasmányaim száma teljesen átlagosnak mondható, 14 könyvet sikerült idáig elolvasnom, és még nincs vége a hónapnak, de én úgy döntöttem, mivel már olyan túl sok könyvet nem fogok szerintem olvasni a hó végéig, ezért megcsinálom nektek most ezt a videót. A 14 könyvből sajnos nem olyan túl sok könyvvel voltam megelégedve, viszont a hónap utolsónak szánt könyve, ami aztán szerintem nem az utolsó lesz, az egyik legjobb olvasmányom volt, és be is került a kedvencek közé. De akkor nem is húzom tovább az időt, hanem akkor mutatom sorba, hogy milyen olvasmányai voltak februárban. Az első olvasmányaim között volt, tehát nem sorban fogok menni, a Felmaradottak krónikái második része Mary Pearsontől, az Árulás szíve. Sajnos egy időszakban nem volt kapható a második rész, és én egy Moitaktól vettem meg, ami láthatjátok, kicsit balesetes, és meg fogom ragasztani, de legalább egy kiadásban van meg mind a három. Tudom, hogy most megjelent egy csodaszép kiadás, de ez a könyv lassan több mint másfél éve van a birtokomban, és akkor még híre hamva sem volt annak a csodálatosan szép új kiadásnak. A második kötet kifejezetten tetszett. Meg is lepődtem, mert általában a fantasy sorozatokban a második kötet az, ami nincs olyan jól megírva, és itt viszont a második kötetnél jött lendületbe a szerző, ha jól emlékszem, 4,5 csillagot kapott. Nagyon szerettem. Egy teljesen jól felépített fantasy világban játszódik, ahol ugye a főszereplő lányunk, Lia nem akar a kijelölt herceghez hozzamenni feleséggel, hanem áruhában megszökik. Ezt követően egy kis faluban beáll segíteni egy kis panzióban, és közben két fiatal ember is udvarol neki, illetve a barátnőjének, akivel közösen megszöktek, és az egyik udvarló az az oltár előtt faképnél hagyott herceg, aki dacból már csak azért is megkeresi ezt a rakoncátlan herceg kisasszonyt, a másik pedig egy bérgyilkos. Na már most a második kötet ott indul, ahol a bérgyilkosunk elrabolja ezt a fiatal lányt, és Vendába magával viszi. Ott bemutatja vezetőjének, aki ugye nem teljesen király, a vendai királyság bemutatása egy különleges szerintem, egy nagyon érdekes sivatagi népet mutat be tulajdonképpen, egy kitalált nép, de nagyon érdekes hitvilága van, jól felépített a történet. Szóval ez a második rész nekem igencsak tetszett. Viszont a harmadik rész, az Árulás szépsége, ezzel már voltak problémáim. Egyrészt olyan jó 150 oldallal kevesebbet kellett volna írni. Túl sok volt, ahogy a leányzó hazatér utána áruhában először, aztán átveszi a hatalmat és megpróbál küzdeni a vendai királlyal, akit nem sikerült megölnie, mert hogyha sikerült volna, akkor automatikusan a vezető legyőzője lett volna az uralkodó. Ettől függetlenül még mindig megvan a kettő szál benne, de itt már nagyon lehet érezni, hogy kit fog választani a főszereplőnk a két fiatal ember közül. Szóval nem volt rossz olvasmány, ha jól emlékszem, 4 csillagot adtam erre a könyvre is, viszont 150 oldallal kevesebbet írtam volna vele, és ezt én a politikai ármánykodás részéből vettem volna ki, mert ez nagyon levont
az egész történet súlyából. Szóval ez a két fantasy volt februárban. Következő könyv egy igaz történetet feldolgozó mű, Viola Ardonétől az Oliva Denaro. Ez egy olyan fiatal lányról szól, aki 1960-as években él Szicíliában, és ott még nagyon sokáig élt ez a szabály, hogyha egy lányt megerőszakoltak, és az illető férfi felajánlotta neki, hogy elveszi feleségül, akkor ha a lány elfogadta ezt az alkot, akkor a büntetés semmissé vált, vagy ezzel letudódott, tehát magyarul nem kapott büntetést azért, mert megerőszakolta a fiatal lányt. Fiatal lányunk egy érdekes személy, nem tudtam közel kerülni a szereplőhöz. Tehát hiába hasonlítják Viola Ardonét Ferrantéhoz, vagy Donatella Pietrantonióhoz, mind a két szerző szerintem sokkal jobban ír. Végigkívül maradtam a történeten, nem adott semmi plusz, nem tudtam azonosulni a főszereplővel sem, nem éreztem olyan óriási törésnek sem, ami viszont egy nagyon komoly probléma, tehát nem tudta nekem úgy átadni ezt az egész történetet, ahogy akár Donatella Pietrantonio vagy Elena Ferrante. Nagyon komoly dologról szól pedig, fontos történet, de nem tudta jól átadni szerintem az olvasónak, úgyhogy nekem Viola Ardone nem lett kedvenc, és ettől a könyvtől is megválok, már meg is vásárolták, és hamarosan el is küldöm az új vevőnek. Tehát abszolút nem marad a könyvtáramban. Hogyha már olvastátok, akkor mindenképpen írjátok meg, mert kíváncsi vagyok a véleményetekre. A következő könyv, ami Jane Austen töredékének folytatása, az pedig Kitty Riordannek a Sanditon című kis könyve. Na már most én ezt úgy kezdtem el olvasni, hogy akkor még nem láttam a sorozatot, utána megnéztem a sorozatot is. Szerintem egy egész jó kis folytatás. Nagyon sok Jane Austen folytatást olvastam. Talán ez állt egy kicsit közelebb Jane Austenhez. Ne ugyanazt várjuk. Tehát ez nagyon fontos, hogy ne várjuk azt a zseniális humort és remek társadalomképet, amelyet Jane Austen szokott bemutatni a regényeimben. Ez nem az a típusú regény. A másik, hogy ebben ugye elmarad a happy end, de sajnos el kell, hogy spoilerezzem. De megmondom, hogy miért. Igazából ez a megkezdett történetnek a folytatása, de a filmsorozathoz a szerző további másik két regényt is írt, ha jól tudom, és az már teljesen másképp végződik. Én sajnálom, hogy az a két regény nem jelent meg, mert szerintem ez a Sanditon történet azokkal együtt lett volna kerek. Nem mondom, hogy megközelítette volna akár Jane Austen bármelyik regényét, sajnos a szereplők karikírozása, a társadalom rétegeinek leírása abszolút nem úgy jött át, ettől függetlenül szerintem mégis egy olvasható könyv volt. Én a végén 4 csillagot adtam neki, szóval, hogyha választanom kellene Jane Austen folytatások közül, akkor ezt én ajánlanám, hogyha ilyesmit szeretnél olvasni. Következő könyv, amely először nagyon tetszett, aztán sajnos a lelkesedésem egy kicsit leült, ahogy a könyvbeli történet is, ez pedig Marianne Schaeffer és Annie Barrowsnak a Krumpli Hépite Irodalmi Társaság. És már nagyon régen itt pihent a polcon, és elhatároztam, hogy elolvasom. A történet arról szól, hogy Juliet Ashton levelet kap egy ismeretlen férfitől, aki megtalálja az egyik könyvét, ami hozzá került, és visszajuttatja Juliethez, és onnantól kezdve elkezdenek levelezni, és ez a férfi mesél neki a Krumpli Hely Pite Irodalmi Társaságról, ami a csatornaszigeteki kis településről szól, amit aztán végül is megszálltak a nácik, és a háború alatti időszakban hozták létre az ott lakók a Krumpli Hely Pite Irodalmi Társaságot, hogy lehetőségük legyen kicsit összejárni és találkozni ezekben az időszakokban. Szóval az alaptörténet nagyon jó kis szereplőket ismertem meg, jókat mosolyogtam rajta, de a főszerelmi szál az, ami szerintem csapnivaló volt benne. Maga a történetvonala. Az olyan szépen leül a könyv közepén, míg a könyv elején azt sejtenéd, hogy két
úriember érdeklődik a könyvszerzője iránt, a fiatal lány iránt, de ez nagyon becsapós. És a könyv háromnegyedén csattan csak egy dolog, hogy az egyik udvarló nem is igazán udvarló, mert ő igazából meleg. Szóval nekem ez egy kicsit csalódás volt, mert az elején nem írta le ezt az információt a szerző, és úgy egy kicsit pofára este, mert én pont annak a fiatalembernek drukkoltam volna inkább, és kicsit erőtlennek éreztem a végső párját, akihez aztán hozzámegy a főszereplőnk. Szóval nem, olyan kicsit nyögvenyelős volt a történet vége, tehát valószínűleg ezt a könyvet is el fogom adni, nem tetszett annyira, amennyire jól lehetett, és amennyire az eleje indult, azt hittem, hogy kedvenc könyv lesz belőle, de sajnos nagyon csalódtam. Hogyha már olvastátok, akkor írjátok meg nekem, hogy nektek mi a véleményetek erről a könyvről. Kár, hogy nem hozott ki többet belőle a szerző, mert ebben szerintem ebben a történetben sokkal több lehetett volna. Következő könyv, amit szintén a 20-as listámról választottam, Kamaszkorom legszebb nyara, Herman Rulchernek ez a regénye. Láttam a filmet, nagyon szerettem annak idején, viszont a könyv annyira fiatal fiúkról szól, és annyira szexre van kihegyezve sok helyen, hogy túl sok mindent nem adott nekem. Ha jól emlékszem, 3,5 csillagot kapott, teljesen másként, mást vártam ettől a történettől. Nem tudott annyira behúzni, magával ragadni, szóval kicsit mást vártam, máshogy vártam ezt a leírást. Állítólag a szerzőnek később Dorothy levelet ír, és bocsánatot kér, amiért neki ilyen bánatot okozott ebben az időszakban. Most arról már nincsenek információim, hogy a szerző utána válaszolt-e Dorothynak. Szóval ez egy nagyon érdekes könyv ilyen szempontból. Én férfi olvasóknak ajánlanám, ők valószínűleg jobban tudnának azonosulni ezzel a kicsit kamaszfiús, kicsit margulós történettel. Nekem néha sok volt, szóval nem gondolom, hogy ez a könyv is nálam maradva, szóval ezt a könyvet is valószínűleg tovább fogom adni. Hogyha nektek más a véleményetek erről a könyvről, akkor mindenképpen írjátok meg nekem, mert kíváncsi vagyok rá. Következő könyv, ami már nincs nálam, valahova elpakoltam, Tiffany Rice-nek A fény az éjszakában, be fogom ide vágni a borítót. Ez egy fiatal nőről szól, aki elválik a férjétől, és az előző férjét siratva beleesik a tengerbe, és a tengerben átkerül 1921-be, és ott találkozik azzal a férfival, aki teljesen úgy néz ki, mint a volt férje, de egy másik nőhöz kapcsolódik. Egy érdekes, kicsit mágikus realizmusra ható kapcsolódó történet, de ezen a titkos átjárón kívül, ami a múltba vezet, nem lesz benne több mágikus szál, inkább a szerelmi szálat próbálja jobban kidolgozni. Ezzel a könyvvel sem voltam túlságosan megelégedve, nem igazán fogott meg a szerelmi szál, sokszor nekem a férfi szereplő nyelvezete nagyon vulgáris volt, és ezt nem szeretem, szóval 3 vagy 3,5 csillagot kapott, és ez a könyv is mindenképpen tovább fog menni, hamarosan, mert nem szeretném a polcomon tudni. És akkor a következő könyv, ugye klasszikusokat is szeretnék minden hónapban olvasni, most Móricz Zsigmond Erdély című trilógiának az olvasásában vagyok, és a második kötetet, a Nagy Fejedelem című könyvet olvastam el nem is olyan régen. Igazából nem annyira tetszett, mint az első kötet. A történelmi hátteret, a szereplőket szerintem egész jól ábrázolja a szerző. Nekem a női szereplők ábrázolásával van elsődlegesen problémám. A felesége, Zsuzsanna, sokkal jobban ki van bontva, és sokkal szimpatikusabbnak van ábrázolva, mint az a Bátori Anna,
akibe Betlen beleszeret. Tehát ebben a kötetben szereplő leírás alapján Báthori Anna olyannak tűnik, mint aki kettőig sem tud számolni, és csupán a szépsége az, ami miatt Betlen Gábor beleszeret. És ezt nehezen tudom elképzelni egy ilyen haladó gondolkodású, a kor igényeinél sokkal műveltebb és okosabb férfiról. Nem jön át nekem a valódi személyisége Báthori Annának, sokkal karakánabb személyiségnek gondolnám ezt, szóval kicsit nehézkes volt átrágom magam a történeten. A történelmi háttér tetszett, főleg azok a játszmák, amelyeket bonyolítanak közben, hogy milyen alkukat kellett kötni a fejedelemnek, hogy egyáltalán béke maradhasson, és hogy megtarthassa a hatalmát is egyben. Szóval hátra van még a harmadik kötet, a Napárnyéka, amiben bízom benne, hogy nem csak Zsuzsannáról szól, mert ha jól tudom, őt hívta Betlen Gábor a Napárnyékának, és a birtokomba jutott egy olyan információ, hogy eredetileg Móri Zsigmond 5 kötetesre szánta ezt a művet, csak a harmadik kötet megjelenése után a kiadó nem mutatott érdeklődést, így a 4.-5. kötet pedig már nem készült el. Ezt nagyon sajnálom, mert a későbbi korok Betlen Gáborára is nagyon kíváncsi lettem volna, de ha elolvastam a 3 kötetet, akkor egy sokkal részletesebb beszámolót fogok tartani a 3 kötetről. Még mindig azt mondom, hogy érdemes elolvasni. Igen, jó, hogyha történelmi tudás van mellette. Politikai játszmákat remekül ábrázolja Móri Zsigmond. Egy kicsit a női alakok ábrázolása nekem sántít, de ez lehet, hogy nem csak ennél a regényénél van Móri Zsigmondnak, tehát nem vagyok teljesen kibékülve Móri Zsigmond női alak ábrázolásaival, de ez az én problémám. Szóval mindenkit arra biztatok, hogy olvassatok szépirodalmat is, és Móri Zsigmond Erdély című trilógiáját én ajánlom sok szeretettel. Megfogadtam évelején, hogy minden hónapban lesz olyan könyv, ami önsegítő könyv januárban, Balogh Béla egyik munkáját, a Szabadulás az érzelmek rabságából, azt olvastam újra. Most viszont volt egy könyv, ami már régóta ott ült a polcon, és beválogattam a 20 könyve, amit szeretnék elolvasni, illetve dönteni róla. Ez pedig Edith Éva Igernek az Ajándék, 14 életmentő lecke. Nagyon tisztelem a szerzőnőt, hatalmas nagy lelkierő kell, hogy azok után, amit ő Auschwitzban átélt, emberek segítségére legyen, és könyveket írjon, nem csak arról az időszakról, hanem, hogy ha ő ezt fel tudta dolgozni, és meg tudott bocsátani az embereknek, akkor ő is erőt adjon a mostani korok emberének, hogy lépjünk túl a problémáinkon, a sérelmeinken, és próbáljunk megbocsátani. Igazából a történelmi háttér, illetve azokat a részeket élveztem, ami a szerzőről szólt, a technikák, amiket leír, illetve a önsegítő dolgok, azok nekem nem voltak túl újdonságok. Én úgy gondolom, hogy ezt a könyvet én azoknak ajánlanám, aki először olvas ilyen önsegítő jellegű könyvet, azoknak óriási felismeréseket hozhat. Nekem így már annyira nem volt érdekes az a része a könyvnek. A recepteket elolvastam, azok érdekesek voltak hozzá kapcsolódva, szóval én úgy érzem, hogy ez a könyv nem nekem íródott, és ezt is valószínűleg tovább fogom adni, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor mindenképpen írjatok rám, de amolyan is felraktam már. Ettől függetlenül ez egy jó könyv, csak én úgy érzem, hogy nem nekem íródott. Következő könyv, amit olvastam, és nagyon nem találtuk az összhangot, Jászdi Istvánnak a Tártos hegy. Ez a könyv 2030-ban indul Párizsban, és egy igencsak, hát számomra riasztó gender világot mutat be, ahol egyetlen mondatért már börtönbüntetést kap az, aki
a gender ideológiával ellentétes gondolatot kimerészel mondani hangosan. Szóval egy ilyen gondolatterrornak éreztem az egészet. Közben Magyarországra is eljut a történet. Nagyon sokféle témát boncolgatna, itt roma közösségek is vannak benne, bevándorlók, tehát nem gondolnám, hogy ez a világ vár ránk, amit a könyvben leírnak, és nem is szeretném, hogy hasonló legyen. A problémám a könyvvel az volt, hogy maga a háttérideológia leírása az sokkal inkább domináns volt a könyvben, mint maga a történet, és alig emlékszem a történetre, és nem igazán hagyott bennem nyomot, szóval érdekes lett volna a leányzó, aki aztán később Magyarországon találja meg, aki félig magyar, és később Magyarországon találja meg az otthonát, és borászatot nyitnak a férjébe. Szóval sokkal jobban meg lehetett volna írni ezt a könyvet, szerintem. A szerző borászattal foglalkozik. Nem gondolom, hogy ez a könyv egy jó sikerült könyv lenne. Hogyha valaki olvasta, akkor írja meg nekem. Én nem ajánlanám, nekem nagyon nem jó élményeim voltak vele kapcsolatban. A történet elveszett maga az ideológiában, és 3 csillagot kapott. Mindenképpen továbbadós könyv lesz. Van még 3 könyv, amit olvastam. Az egyik Szabó T. Annának a Senki madara. Ez egy kis könnyű fuvallat volt, 61 nehány oldal, egy olyan kis mese, amelyben a magyar népmességet ötvözi a szerző a japán történetekkel, csodálatosan szép japán stílusú illusztrációk vannak benne. Imádtam a történetet, nagyon jó volt olvasni, Szabó T. Annától fogok még olvasni. Én most találkoztam először prózájával, fantasztikusan ír, és sajnos ez a kötet már nem láttam könyvesboltban ezt a kötetet, csak antikvárként sikerült beszereznem, de abszolút nem bántam meg, nagyon jó olvasmány volt, szóval ezt mindenkinek ajánlom, hogy olvassátok el. Rövid, 60 pár oldalas kis történet. Nem akarom elmondani a sztorit, mert ezt a történetet mindenkinek magának kell felfedeznie. De egy varázslatos utazás volt. És akkor a könyv, ami visszatalált hozzám, férjemtől kaptam, Tóth Árpád Örökvirágok. Ennek egy újabb kiadása, amely egy versmondó verseny után jutalomkönyvként került hozzám. Azóta ezt már tovább ajándékoztam, de valahogy ez a könyvecske most visszatalált hozzám, mert Balázs megjelent egy Génius kiadása, azt hiszem 30-as évekbeli ilyen mini könyvtáros kiadása. Nagyon szeretem Tóth Árpád fordításait, és örülök, hogy ez újra visszakerült hozzám. Öröm volt újra olvasni ezt a kis könyvecskét. Tehát ez a kötet már nem nagyon kapható, nem nagyon láttam antikváriumban, viszont a 98-as kiadást, ha jól emlékszem, 98-as kiadás az új, azt szerezzétek be, mert Tóth Árpádnak érdemes elolvasni a versfordításait, én nagyon szeretem. És akkor maradt egy könyv, amely őszintén nagyon meglepett. Első körben nem kezdtem el olvasni, mert mérges voltam egy kicsit a kiadóra, ezt muszáj elmondanom. A Rainy Days kiadó, ami, ha jól hallottam, talán a Művelt Nép kiadónak a másik szárnya, vagy neve, nem tudom. Elkezdte már hónapokkal ezelőtt ezt a könyvet, a 4. szárnyat reklámozni, de a reklámokban nem ez a kiadás szerepelt, hanem egy olyan, ami keménykötéses, és úgy élfestett, és védőborítós. Na már most én is naívan előrendeltem a könyvet, és amikor megérkezik, akkor csak állok a könyvesboltban, mondom, hogy keménykötéses nem volt, és akkor mondják, hogy jó, csak ez van az élfestett verzióban és a simában. És akkor kezdtem nagyon mérges lenni, mert azért ez durva dolog, hogy úgy reklámoznak egy könyvet, hogy kemény kiadás, és utána meg marha drágán, tehát több mint 8000 forint az élfestett verzió, most az új második kötet pedig már 10000 forintos áron van beharangozva, és ugyanilyen formában fog kijönni, mert láttam róla is egy fotót, itt a
ilyen lesz az új kiadás, tehát majdnem ugyanez, csak egy kicsit a szín változik. Szóval megharagudtam nagyon a kiadóra, és egy kicsit hátra is raktam ezt a könyvet, mert nem akartam szerencsétlen írót hibáztatni azért, mert szegény, nem ismertem magyar viszonyokat, és rosszul választott kiadót. Ugyanilyen árban a könyvmolyképzőnél, Librinél, bármelyik kiadónál keménykötéses, védőborítós és élfestett könyveket láthatunk már, és ez szerintem így rablás volt. És nagyon sajnálom, hogy ez a kiadó adta ki, mert gyerekek, ez egy fantasztikus könyv. Szerintem körülbelül fél éve, de lehet, hogy egy éve nem olvastam ilyen jó fantasyt, ilyen jól megért sárkányos könyvet, szóval majdnem 800 oldal, de én 2 nap alatt elolvastam. Tehát nagyon jól fölépített történet, remek világban játszódik, imádtam a sárkányokat benne, a főszereplő lányunk, aki az anyja parancsára bekerül kadétnak, a sárkánylovasok között, holott ő írnok szeretett volna lenni, de mivel az anyja egy tábornok, ezért eldöntötte, hogy minden gyermeke sárkánylovas lesz, mert ebben a világban a sárkánylovasok viselik a legnagyobb hatalmat. Végig megy az összes próbán, és megszerzi a sárkányát, nem is egyet, ez csak úgy elszpoilerezem, nem is egy sárkánya lesz, és utána pont a családjától kapja a legnagyobb pofonokat, tehát érdekes is volt, volt benne szerelmi szál is, de amit nagyon imádtam, hogy nem húzták túl a szerelmi szálat, nem nyomta el a csatajeleneteket, a történetet, tehát nagyon szépen be voltak mutatva a mellékszereplők is, szóval abszolút jó könyv volt. Én 2 nap alatt elolvastam, szóval hogyha jó fantasyt akartok olvasni, akkor én nagyon sok szeretettel ajánlom. Talán még beszerezhető, ha jól tudom, az Éldekorát már nem kapható, de még a simát beszerezhetitek. Szerintem a tavalyi év egyik legjobb könyvének gondolnám ezt. Nagyon-nagyon tetszett, és abszolút jogos a 94%. Én hitetlenkedtem első körben, mert az ilyen nagyon körülrajongott könyvek nem mindig szoktak tetszeni, de ennél a könyvnél azt kellett, hogy mondjam, hogy ez baromi jó, és nagyon jó volt, hogy ez fantasztikus volt, és nagyon-nagyon jó volt olvasni. Szóval mindenkinek szeretettel ajánlom. Ez a könyv abszolút megkoronázta a februáromat. A kiadónak, én csak egy dologba tudok reménykedni, hogy jól tudom, trilógiának szánja a szerző ezt a sorozatot. Én nagyon bízom benne, hogy előbb-utóbb másik kiadó át fogja venni, és újra kiadja ezeket a könyveket. Amiért nagyon fontos lenne, hogy kemény kiadás lenne, most megnézhetitek, tehát hogyha itt már látszik, hogy egyszer el volt olvasva, pedig én nagyon vigyázok a könyveimre. Tehát olyan vicikvacak kiadásban jelent meg, ami nagyon be fog törni egy idő után, pedig ez a könyv, ez arra hivatott, hogy többször le fogjuk emelni a polcra, mert nagyon-nagyon jó volt olvasni. Szóval nagyon bízom benne, hogy hát, ha sikerül esetleg keménykötetes kiadásban egyszer majd egy 5 év múlva beszereznem ezt a könyvet. Én mindenkinek szeretettel ajánlom. Ez volt hát az a 14 könyv, amelyet én februárban olvastam. Írjátok meg nekem, hogy ti melyiket olvastátok esetleg ezek közül, illetve hogy ti milyen könyveket olvastatok februárban. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál. Én Erázs voltam, hogyha tetszett a videó, akkor lájkold és iratkozz fel a csatornára. További szép estét, és nagyon sok jó könyvet kívánok!